szultánhíré emlékkiállítását fogjuk ma megnyitni. És nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a család itt lévő tagjait és a család képviseletében kedves lányát, Gulyás Évát és a fiát, Gulyás Györgyöt. És ugyancsak nagy tisztelettel köszöntöm Cellulam a művészettörténet, ezt a Szombathelyi Kézzelnök az igazgató nőjét, ki Sárváriával Ariomjánszot találkoztattam, akkor tudják nagyon jól, hogy a textil művészetnek egy jeles értője, szakértője, aki megnyitja a mai kiállításunkat. Az idei évben akarjuk, hanem mindig egy kicsit számot kell vetnünk, ugyanis egy jubileum év, a galériánk 40 éves évfordulóját ünnepli, ezt elsősorban a távolabbról jött vendégeink kedvéért mondom el, a városunk újkori városállatása 50 éves, és hát annál van Péteken is egy kis számvetést tettünk, és még engem is meglepett, hogy ez a textilművészeti sorozat, ahol a legjelentősebb kortárs textilművészeket mutathatjuk be Sárváron, a képtárs és annak személyes közreműködésével 24 évre tekint vissza. Tehát jövőre már negyed százados lesz ez a kapcsolat, és ez a sorozat ez elsősorban, tehát egyéni kiállításokat jelent. Természetesen volt közben azért néhány csoportos kiállítás is, de valóban a legjelentősebb alkotó művészeket mutathatjuk be. Polgárról, a most friss Kossuth Díjas, Péleri Zsuzsa is szerepelt már egy nagy ügyét, és sorolhatnám a neveket. Azt hiszem egyszerűbb lenne olyan neveket felsorolni, akik még nem mutatkozhattak be itt a galériánkba, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a kortárs textil nagyasszony, akit hát sajnos már nem köszönhetünk ki, Sárváron mutatkozhat be, és ez egy teljesen friss információ, azért szeretném önökkel megosztani, hogy a halál után a Sárvári az első kiállítása, emlék kiállítása. Úgyhogy engedjék meg, hogy nagy szeretettel fölkérjem Cellulamnát, hogy viselni a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves közönség, szupánéré rokonyai, barátai és ismerősök. Köszönöm, hogy ismét itt lehetek Önökkel a Sárvári Galéria Arcis történelemmel átitatott falai között, és még ennél is nagyobb örömmel tölt el, hogy én személyesen ismerhettem szupánéré, Munkácsi Díjas textilművész, aki egy végtelenül szerény, csendes, visszafogott nagy tudású művész. Életének utolsó éveiben többek között azon munkálkodott a családjával egyetértve, hogy az életművének egy jelentős része biztos helyre kerüljön, olyan helyre, ahol megbecsülik munkásságát, és életben tartják művészetét, kiállításokat szervezve alkotásokból. Nagy örömünkre a választás a Szombathelyi Képtár a világon is ismert és elismert textil gyűjteményére esett, amit van tisztem 25 év óta vezetni. A választását azért is nagy megtiszteltetésnek vettük, mivel Szupán Irénnek nagy érdemei voltak abban, hogy Szombathelyen anno 1970-ben elkezdődhetett a textil kiállítások seregszemléje. Nem csak egyik szervezője volt az akkor még ilyen nálik gyakoriságával megrendezett kiállításnak, hanem résztvevője, sőt, díjazottja is. Szupán Irén nyomott és festett textiltervezőként kezdte pályáját, miután Schubert Ernő és Molnár Béla tanároknál 1952-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskolán. Azonban már nagyon korán felismerte önmagában azt a képességet, hogy ő valami mással is szeretne foglalkozni. Az ősi 17. századi távol-keleti technikában az ipatba találta meg a művészi kifejezés módját. Ebben a technikában alkotott közel 50 éven keresztül. Ezt a technikát művelte nagy szaktudással, szívvel és kitartó hűséggel egyedüliként. Az IKA technika definíciója talán úgy fogalmaztató meg a legegyszerűbben, hogy fordítatja a goblen szövési technikát,
alapvető számok szolgálnak alapot, melybe a mintát, a mondani valót, a színes betűlényfonalat adja. Az igatnál a felvető szálakat festi meg a művész, majd ezt követi a szövés. Az egyszínű betűlényfonal bevezetése a kompozícióba, mely egy sejtelmes, elmosódott végeredményű fali textil tárelény. Szupány Irén munkáinak nyers anyaga a pamuk, len és utak. Már ezek is sugallják a természet iránti szeretetét és elkötelezettségét. Minden, ami körülveszik, amit érzékel munkáiban, kaptak átiratot. Talán a technikának is köszönhető, hogy alkotásai többnyire vertikálisak. Ebben a függőleges világba komponálta bele például a Kint és Bent című munkájában a Gödöllői kastély váltermének hosszúkás, oly jellegzetes ablakait, ahová a benti világ mellé az ablakok közé elhelyezett tükrökkel belógta a kinti világ klímáját is az életét. Az egész művet a meleg barnán tudom. Hasonló indítatásunkra a Barokk kert című alkotás, ahol az architektúra meleg színei mellett megjelenik a hűvös nyári este virágnyilatának koralítja. Teljesen más színtónusú, hiszen nem a föld felszínén járunk, hanem a vízi virágot hivatott ábrázolni, az Atlantis kertje című ikatot. Itt az elsüllyedt város korintoszi oszlopai közé befonta magát az óceán növény és állatvilágának színskálája. Bravúros rajztudását és festőkészségét mutatja be nekünk az Oszlopok című falikádi, ahol az idő vasfogát magukon hordozó, premierplánban elhelyezett oszlopokat, mint egy bőségszaruból lecsüngő, szörvőfűtől és egyéb gyümölcsök láthatók a jobb felső sarokban belekomponált antik templommal egyetemben. Most ez a kedvencem. Egy préselt, virágokat is magában rejtő dalos könyv a következő mondjukban. A finoman, dallamosan elmosódott kottasorok között megtaláljuk az előző tavaszkor a könyv lapjai közé betett és ott felejtett és sibolya virágait, mindez természetesen lila ötfelkőben elmesélve. Az eddig bemutatott munkák nyersanyaga a pamut és a len volt, de természetesen Szupány Irén a rusztikusabb hatás kölcsönző jutával is szokott operálni. Ilyen a tűz és víz, a felhő, valamint az őszi szőlőtőkén maradt haszott gyümölcsöket megjelenítő lugas című textilje, vagy a nagyon korai munkái közül a fényjáték című reguláris kompozíciója, és a téli kopaszfa merengő ágait megjelenítő fa című katya, melynek mintegy tovább gondolása a tükröződésekben jelenik meg. Frank János művészettörténész már 1980-ban az Eleven textil című könyvének idézetével zárnám rövid kalandozásomat a Sárvári Galéria Arcis boltíves patinás termeit belakó ikat kiállításban, aki már annak idején ezt írta a Munkácsi díjas Szupán Irén. Megfontolt művész. Kerülje a kalandokat, bár a merészség sem hiányzik belőle. Óriási tudásának, ebben az elméleti felkészültséget is beleszámítom, köszönheti, hogy mindig el tudta kerülni a tévedéseket. Szupán még nem adott ki a kezéből sikertelen munkát. Én is értem. Szupán Irén a textilművészet óriásai közé tartozik. Különleges ikattechnikával készített párás hangvételű művei pedig véleményem szerint a 21. század textilművészet akvarellistájában. Thank you.